Waldorf iskola koedukált, 12 éves, egységes iskola mindenkinek, akár egyetemi tanár lesz később, akár szakmunkás, mert akkor tudja személyiségét kibontakoztatni. Nincs szakmatanulás, de felkészülés van a nagy szakmai irányokra. És egyforma értékű az intellektuális, az érzelmi és a gyakorlati képzés. Ezt még hosszan lehetne sorolni. Ami azonban a legfontosabb, gyerekközpontú, vagyis a gyerek ismeretéből indul ki, azt kérdezi, mikor, mit és hogyan kell a gyereknek tanulnia, tanítani életkora szerint. Az életünk alapvető része, hogyha találkozunk, akkor köszöntjük egymást, és hát itt van egy olyan szokás, hogy egy ilyen kézfogással köszönünk. Minden osztályban egy picit más a szokása. Tehát van, ahol ilyen szabadon köszönünk, a tanítás végén pedig mindig egyszerre is együtt köszönünk. Kezdetnél és a végnél azért minden gyerek megkapja ezt a teljes odafigyelést. S míg csendben a marad nézi, az elröppen, Mihály meg kíséri. Ment a farkas a sűrűben, zsákmányára lesve. Találkozott Szent Ferencen egy szép holdas este. Ettől fogva békén éltek, mind a farkas, mind a népek, a Szent pedig indult tovább, járta a városok sorát. Mi tanárok vagy írunk, hogy választunk a gyerekeknek egy verset, és ezt a verset, a bizonyítványverset mondják el mindig aznap, a hét azon napján, amikor születtek. Tehát, hogy ma a keddiek mondták, a Kokó és a Jancsi volt a kedden született. Felmászott a lépcsőn, és a Csabi utána mászott, és ketten oda mentek a kutyához, és ő tüzel, és elkezdtek felmászni rá. Tegnap, amikor hazamentem, és aztán hazajött a Samu bölcsibe, van egy ilyen nagy könyve, és amit így házba lehet építeni, és akkor így nem figyeltem oda néztem, és így jön a sarkába, és bele a szemembe. Tegnap voltunk úszni, és már idén még nem voltam ott úszni,
És a tesóm azt mondta, hogy ő neki fáj a nyaka. Tegnap volt az apa szülinapja, és amikor mentem zongorára, meg csellóra, nagyon fáradt voltam, és tök jó volt, amikor hazaértünk, mert azért, mert volt az apa szülinapja, rendeltünk egy óriás pizzát, és nagyon jó volt. A követ azért adjuk tovább, hogy akinél a kő van, az jogosult arra, hogy ő éppen szóljon. Tehát ez nem egy olyan beszélgetés, amikor bárki bármihez hozzászólhat, hanem a kő tulajdonosa vagy a kőnél lévő gyerek mondhatja el a saját élményeit. Az, hogy tegnap, mikor nálunk volt a Júlia, akkor olyat játszottunk, hogy felmásztunk a szekrényem tetejére, és van egy ilyen szegély, azt így fölemeltük, és ráraktuk a lábamra, és lábunkra, és akkor, hogy libegő volt. Ez a főoktatás, ami 1 és 3 órás, három fő részre oszlik vagy bomlik. Az első az úgynevezett ritmikus rész, azokat a szokásokat, amit most láttatok, a reggeli köszöntőt, vagy fohásznak is lehet nevezni, a bizonyítvány verseket, a furujázás, és a ritmikus rész foglalja magában. És ennek a ritmikus résznek a része még ez a beszélgetőkör, amikor a gyerekek elmondhatják, illetve én is elmondhatom, hogy mi minden történt velem az elmúlt másfél napban, vagy fél napban, milyen élményeink voltak, utána következik az a ritmikus rész, aminek a versei vagy az ünnepekhez, vagy az évkörhöz, a tavaszhoz, vagy a ritmushoz, vagy az adott tantárgyhoz kapcsolódik, és ez az, ami egy kicsit előkészíti mindazt, ami itt a fő részben majd történni fog. Minden nap 8 órától 10 óráig, amit mi főoktatásnak nevezünk, egy dologban tudunk nagyon mélyre menni. Ez később is így van, tehát a középtagozaton mondjuk a görög történelem. És akkor ott minden a kultúrája, művészete, irodalma és így tovább, tehát minden ott van együtt. Ez a együtt belemenni egy területbe, ez szerintem egy nagyon mély kapcsolatot alakít ki. Tehát a tantárgyon keresztül kapcsolódik, a témán keresztül kapcsolódik a tanító és a gyerekek egymással. Fenn a hegyen, körbe-körbe, tűzárcot jár három törpe, látékorva, kőre, rögre, azt fúkolják, medből rögre, hip-hop, hepe-hupa, abban muha, jaj, de puha, de gondolunk, minden rögre, körbe-bögre, törpe-bögre. Vándor indul hosszú útra, vízért meg egy messzik útra. Már a harmadik hete annak, hogy a magánhangzókkal foglalkozunk, amelyeket egy csoportban, egy csokorban tanítok most a gyerekeknek. Waldorf tanár válogatja, ki saját tempója szerint és saját ütemezése szerint taníthatja. Én megpróbálom egyszerre kezelni a magánhangzókat, mivel nagyon hasonló minőséget hordoznak. És most az U betű volt a mai anyagunk, ha úgy tetszik, amit persze jól előkészítettem. Van egy állandó partnerünk, egy törpe, akit Ákom törpének hívnak, aki mindig mesél a barátairól különböző történeteket, és egy olyan barátjáról mesélt nekünk tegnap, aki egy galibába keveredett, egy száraz kútban kellett elbújnia, aztán megtalálta az utat hazafelé. A betű, akárhonnan is nézzük, egy meglehetősen absztrakt jel. A gyerek pedig nem absztrakt gondolkodású ebben az életkorban, hanem konkrét, tárgyi gondolkodású. Ezt még színesíti az a bizonyos kettős tudat, hogy a mese és a valóság számukra két egymás mellett szépen megélő realitás, tehát a kettőből gyönyörűen össze lehet hozni egy olyan tárgyi realitást, ami már nem absztrakt, ördögi jelek, mint a betű, hanem teljesen világos, hogy miből születnek ezek a betűk. Erre idő kell. Nyilván ebből már a válasz másik része is megadatott, hogy nincs tankönyv, tehát nem lehet tankönyv, ha egyszer a betűknek születniük kell. Jó, nem baj.
egybe kell maradnia, esetleg az ékezetét elteszed külön. Feltűnő, számomra még most is feltűnő, hogy még ilyen technikai apparátus közepette is a gyerekek meg tudták tartani azt a kellő, hát hogy is mondjam, csak izgatottságot, azt a heuréka élményt, ami ezeknek a szavaknak a felismerésében, leírásában számukra igazán jelen van. Tehát ez az igazi, hát ha lehet mondani, különbség a prezentált, eléjük rakott készformák és a Waldorf módszer között, hogy itt végig meghagyjuk a gyerekeknek azt a felfedező élményt, hogy ők maguk alkotják meg a betűket, és ők maguk a saját írásukról tanulják meg őket elolvasni is. Tehát egy teremtő folyamat, és ugyanakkor egy kaland, egy felfedező út, egy heuréka élmény minden gyerek számára. Jézus, amikor még kisgyerek volt, Máriával együtt egy olyan vidékre tévedt, ahol határtalan gabonaföldeket lehetett látni. Első osztályban is még a mindennap elhangzó történet mese. Másodikban a helyzet egy kicsit változik. Itt két végletet lát meg a gyerek. A szentek élettörténete, mivé lehet idealisztikus magasságokban az ember, és ugyanakkor az állattörténetek, ahol karikaturisztikusan kapjuk meg az emberi magatartás nevetségessé tett végleteit. Ez a kettőt együtt, fabulát és szent legendát együtt hall másodikban. Ezen a képen egy szántóföld van, egy táj van valójában, és hogy mindarról, amit próbáltam elmondani a gyerekeknek, hogy egy földet meg kell művelni ahhoz, hogy a gabonát bele lehessen, vagy egy magot bele lehessen ültetni, hogy ezt a folyamatot, vagy ennek egy részletét rajzoljuk most meg. A kicsiknél milyen fontos az első években, hogy mindent a képekben megfogalmazva kapjanak meg. Ezáltal tudják a világot érzékelni, magukba venni, hiszen képi intelligenciájuk van még. És majd a nagyoknál, gimnázium években hogyan változik ez meg, és lesz ezekből a képekből kristályos gondolkodás, logikus, felépített, okokozati törvényszerűségekre épített világ. Ma már tudjuk, hogy az első belépő kisgyerek keze nincs kész a háromujjas ceruzafogásra, a kéz középcsontok nem nincsenek eléggé elcsontosodva, az inak letapadtak, nincs finom koordináció az agyban. A gyerek kezéhez, fejlettségéhez van szabva az írás kezdete is, és akkor még nem is beszéltünk a laza festésről, és a fonalakkal való játékról, ami mind-mind az írás előkészítéséhez tartozik. Könyveket egyáltalán nem is használunk, csak olvasáshoz, de tankönyveink nincsenek, és éppen ezért ezek a füzetek, ami az úgynevezett EPOHA füzet, az EPOHA füzetek, ezek szolgálnak tankönyvként, tehát úgy készítjük el, mint hogyha ezek a könyveink lennének. Tehát olyan illusztrációkat, olyan képeket és olyan szöveget írunk hozzá, amihez visszanézve, vagy azonnal is visszalapozva látható legyen, mit és hogyan tanultunk. Órák vannak elsőben, mert körülbelül ennyit bírnak így a gyerekek folyamatosan intenzíven figyelni, és sok, nagyon sok dalt tanulnak, és ugyanúgy, mint az anyanyelvüket kisebb korban, hallás után, ismételve, utánozva tanulnak, mert nem készek arra, hogy értelmileg felfogják, de viszont valami más képességükkel mégis értik, a gesztusok segítenek rajta, és szívesen használják, nagyon élvezik az idegen nyelveket, nem csak az angolt, a németet is. A
Hát amíg kicsik, akkor bent van az osztálytanító a szakórákon. Ez azért jó, mert egyrészt látom teljesen más helyzetben őket, már úgy más helyzetben, hogy nem én vagyok a tanár az órán, és jó így látni a gyerekeket. Másrészt nekik is jó, hogyha látják, hogy én nekem nagyon fontos az, ami ott történik, és ez erősíti a közöttünk már a szaktanárral való kapcsolatot is. Akár elsőben is olyan igeidőket megtanulnak így, hogy nem tudják konkrétan, hogy ez most egy olyan létező igeidő, ami a magyarban nincs, most például a Present Perfectre gondolok. És mégis majd, amikor felnőnek és azt tanulják, akkor van hozzájuk egy út. Sit on the floor, look out the window, look out the window, and knock on the door, and knock on the door. Az euritmia az maga szó, az azt jelenti, hogy szép, jó ritmus, és látható éneket jelent, és látható beszédet. Amikor odaérkezik a Kinga és az András, akkor elindultok szépen a hídon, és ahogy megbeszéltük, jó? A katáék mennek még ebbe az irányba, és a kiált itt mellettem? Hangoknak, hangközöknek, akkordoknak is vannak mozdulatai, és ezt a zenét próbáljuk aztán egyszerűen láthatóvá tenni. A beszédnek ugyanígy megvannak ezek az elemei, amit gyakoroltatunk a gyerekekkel, egész kiskortól kezdve, mindig egy-egy elemet kiragadva, és aztán pedig a felsőbb évfolyamunkban, 12-ben teljesedik ki az egész, amikor egy komplex művet vagy egy ilyen darabot próbálunk kidolgozni. És már ott vagy a helyeden, ma meg is érkeztél. Ki az, aki megérkezett? Akkor euritmiázzunk, akkor olyan, mintha beszélnénk, csak nem a szánkkal beszélünk, hanem a kezünkkel. Meg mondjuk a mozdulatainkkal. És igazából a lényeg az, hogy a gondolkodást, az érzést és az akaratot köti össze. Tehát ezt a három elemet próbálja meg nagyon erősen összekötni. Mert amit az akarat az, hogy minden pillanatban a gyerekeknek tevékenykedni kell, méghozzá a saját testükön, a saját hangszerükön keresztül. Az értelem vagy a gondolkodás az, hogy bizonyos ilyen szabályszerűségek vagy törvényszerűségek alapján dolgozik. Az érzelem pedig az, hogy ezt a gondolkodást, tehát ezt a szabályszerűséget a tevékenységen keresztül mégis át kell tudni lelkesíteni. Itt a harmadik osztályban jön az a kor, amikor a gyerekeket ebből a körburokból kifordítjuk frontálisan, amikor elkezdenek ők is nyitni a világ felé, szembe találkoznak a világgal, és akkor ez egy kicsit ilyen sok élmény is, meg egy nagy öröm is, és akkor jön ez, amikor a gyerekekkel megszűnik ez a körben való oktatás, és utána egyre inkább ez a frontális oktatás lesz. Tehát ugye nagyon sok feladatot ebbe a frontális fölállásba kapnak. A Waldorf iskolának a legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy egy olyan 8 éves periódus fog át, ahol egy tanító, egy úgynevezett osztálytanító tanít végig 8 éven keresztül. Tegnap jött hozzánk a Kató, és azt egy ilyen
úgy hívtuk fel, mert akartott, hogy már nálunk volt, és akkor ne kérdeztem a Zefát, hogy apa jöhet hozzánk, akart, és mondja, hogy jó, csak ne legyetek itthon. Akkor kimentünk a tabárba. De van firkálva a padom azzal, hogy pistabál meg ilyen. Reggeli beszélgetéséből az a sok hatás, amivel tegnap óta eltelt, nem óra alatti sustorgással telik, nem úgy történik meg velük, hanem ebbe a körbe elmondhatják, és ha ilyenkor sustorognak, nem jelentkeznek egymásnak vélemény, ezek, ez egy egészséges dolog még. Amikor csengetek, ébredünk vége ennek, eljutunk ebbe a pontba itt, hogy a figyelem bennem is megszülessen arra, ami történni fog, itt akkor ennek helye nincs. Rendkívül különbözik egy 6-7 éves gyerek egy 9-11 éves gyerektől. A 6-7 éves gyerek még éppen jön ki a kisgyerekkorból, amikor főleg spontán utánzással tanult, és lassan megy be abba a korszakba, amikor tekintélyeket tisztel és azokat akarja követni. Zárójel, aki nem tanult meg tekintélyeket tisztelni kisgyerek kisiskolás korában, az nem tud szabaddá válni. A zenében mindig az a fontos, hogy nem csak játszani kell tudni, hanem hallgatni is. Tehát egy két irányú folyamat. Sok gyereknek, különösen nagyon jó zenészeknek, az a nehéz, hogy megtanulják a zenét figyelni. Ne csinálni, hanem figyelni. Dörmögök, amivel a lentet, a fentet, végig is növényrészeket, illetve a görögnek a hármas világát próbáljuk megjeleníteni, ez a taps, amit csináltunk. Itt viszont már mindegyik hangszernek van egy sajátos csendje, egészen más, amikor egy fal, meg ilyen golyós hangszer szólal meg, mint egy rezes, egy csengős. Ezt ahut nem kell leírni, ezt ők maguk választják, oda teszik fel, középre le. Mindegyiknek van egy csendje is, ami felé törekszünk, amit megpróbálunk valahol megélni. A Hód az állatvilág építőmestere. Ő a gátat úgy építi, hogy kidönti a fákat először, ha nagy a fatörzs, akkor csatornátás, és azon úsztatja le őket a gátépítés színhelyére. Ádám? Azt, hogy mit teszik? Hát fákat, az az éléskamrája, meg mindenféle növény. Milyen hideg van a víz alatt, kérem? Hogy nem fagy meg? Hát befagy a víz, de tud úszni a víz a jég alatt is. És a jég alatt él a télen? Nem, a várában, csak ha akkor úszik ki alá, hogyha megérzett, és ennivalóra van szükség. Hogy a víz alatt lélegzik koportyúval, vagy pedig előtte levegőt vesz, és előtte levegőt vesz, és több percig kibírja a víz alatt, tehát nem olyan. Az értékelésnek a módja, meg a megjelenése tér el jelenleg az iskolák többségétől, hát abban, hogy nagyon sokáig verbális, tehát szóban történik az értékelés, illetve évvégén csak egy írásbeli, hát nem csak, egy írásbeli bizonyítványt kapnak. Ami szerintem sokkal differenciáltabb lehet, mint egy osztályzás. Aztán csak a felsőbb osztályokban, legalábbis a mi iskolánkban 7.-8. lép be az, 9. főként, hogy rövidebb időegységben is részletesebben értékeljük a gyerekeket, ez azt jelenti, hogy százalékosan értékeljük a hozzáállásokat, a dolgozataikat, stb. Stb. Az első 7 évben a gyerekek még az akaratukban élnek, utánoznak. A 7. és a 14 év közötti korszakukban pedig főleg a lelküket mozgatjuk meg. Na hát az a történet, amiről ma mesélek nektek, igen, amiről ma mesélek nektek, az is egy ilyen barlangba játszódik. Emlékeztek rá, hogy Odysseus
Nagyon sokfelé bolyongott a társaival. Egy alkalommal hallottak az óriásokról, a küklopszokról, akiknek az volt a különlegessége, hogy egyetlen egy szemük volt a homlokuk közepén. Azt a pillanatot fogjuk megfesteni, amikor Odysseus a társaival benn van a barlangba, és ahogy kinéznek, közeledik feléjük ez a hatalmas küklopsz. Mi magunk leszünk Odysseus és a társai, bármelyik, akit magadnak elképzelsz, és nézünk kifelé a barlangból, és látjuk, ahogy közeledik ez a hatalmas óriás. Szivacsal vizezd be a lapot. Ötödikes mitológiai történeteknek egy fontos részlete a görög mitológia. Ez ennek az évfolyamnak a legfőbb pillére. És nagyon sok képet lehetne választani. Én amiért most ezt választottam, mert ebben benne van a tér is, és a színeknek a használatával, a közel és a távol, a sötét és a világos, az egésznek egy képzelete is, színeken és formákon keresztül. Ha köveket festünk, sziklákat, akkor az ecsetünk is úgy mozdul, ahogyan a köveket, sziklákat, az Odysseus történetből ezt a küklopszot választottam, mert ebben a tér az óriás mögött kitárul, és közel van hozzánk a szikla. A színek is sötétek, ezt később folyamatosan építjük, hogy a színek hogyan alakítanak teret. Ez a barlangukla, ez itt a fal. És mi lesz még a képen? Az óriás, és a... Hát én még nem tudom. Az óriás az hogy néz ki? Az óriás ilyen nagy lesz. És mi? De lesz füle, óra, szeme? Hogy néz ki? Hát egy szem lesz. Lesz mindene. Az érzésen keresztül megélni a történetet, és ezeket színeken keresztül újra megfesteni, újra átélni a festés folyamán, ez egy nagyon fontos dolog. Lehetne beszélni a színek gyógyító erejéről, de ami mindennél fontosabb itt a Waldorf iskolában, hogy vizes festéssel festünk, tehát maga a technika alkalmat ad arra, hogy folyamatosan változtassuk a képet, nem dermed meg rögtön a papíron, amikor egy száraz papírra ráfestünk, hanem állandóan lehet alakítani. És ez az állandóan változó, alakuló kép, ez pont olyan, mint ahogy a gyermek lelkében is változik, a kép, a képzelete által, ahogyan elindul egy történettel, és ahogy ez mindig finomodik, maga a technika lehetőséget ad erre. Odysseusnak megkérdezte a nevét, de Odysseus nem azt mondta, hogy Odysseus, hanem nem az, hogy senki. És amikor este lefeküdt, akkor egy botot berakott a parázsba, az meggyulladt, és beledöfte a szemébe, ami itt volt középen, mert neki csak egy szeme van, és akkor nagyot ordított, és jöttek a társai, hogy mi baj, és meg hogy kérdezték, hogy ki bántja, és mondta, hogy senki, és ők azt hitték, hogy senki nem bántja, és nem tudták, hogy ez az ő neve. És ezért ott hagyták, és az üvöltő Küklopszki a sziklát arrébb tolta, és kirohant, és úgy kiszabadultak. És elmondod, hogy hol lesz a festményeden a Küklopsz, és hol lesz a más valaki? Szerintem itt lesz a Küklopsz, és itt lesz az Odysseus, mert lehet, hogy egy pár barátja. Fontos forduló a 9-10. Év, szinte észrevétlen. 60 évvel Rudolf Steiner után mondjuk Mérei Ferenc is rájön erre, és azt mondja, ez a metafizikus nyugtalanság kora. Aztán egy újabb fontos forduló, ez már nyilvánvalóbb mindannyájunk előtt, a 14. életév, a kamaszkor kulminációs pontja. Lehet, hogy inkább a házat kéne kiválasztani. Ez nem igazán óra, ez egy földmérés gyakorlat. Ezt most 10 napig folytatjuk. Ebben benne van az is, hogy megrajzoljuk a végén a térképét ennek a kastélykertnek. És nagyon sok mindenben illeszkedik a 10. tanterv egyéb tárgyaihoz.
nagyon erősen illeszkedik a matematikához, ahol tanulják azokat a tételeket, amelyet a földmérők nap mint nap készségszinten használnak. Ők most ismerkednek meg ezekkel a tételekkel, de általában, aki nem Waldorf iskolába jár, az egyáltalán nem használja ezeket soha az életben. Szinusztétel, koszinusztétel, stb. Most nekünk az a célunk, hogy csináljunk a kastély kertjéről egy földmérési ilyen gyakorlatot, tehát egy térképet. Ugyanúgy az egyik ember azon a műszerrel beméri a szögeket, meg ha azt a másikat használjuk, akkor távolságot is azzal mérünk. A harmadik embernek felírja az eredményeket. Akkor annak a kis szélő kinyúlványnak 135 fok. Tehát egyrészt készítünk térképet, másrészt pedig Erdélyben ilyen néprajzi gyűjtésre mennek, erre készültek. És időnk volt olyan, amikor ezt összekapcsoltuk, de ezt borzasztó nehéz technikailag megszervezni, hogy Erdélybe kivigyünk földmérőeszközöket mindenféle érthető okok miatt. Senki nem szeretné átengedni a határon, se aki kölcsön adta, se az, aki kiengedi, se az, aki beengedi. Szóval ez egy nagyon macerás dolog, úgyhogy erről azt hiszem, hogy le fogunk tenni a jövőben. De lehet, hogy még megint csináljuk. Ez sokkal jobb, mint hogyha műlünk bent az osztályba is. És ha megkérdezi valaki, aki nem Waldorf iskolából jár, hogy mit csináltok mostanában a terepen, akkor mit válaszoltok? Hát földet mérünk. És akkor ők néznek ránk, hogy mit jelent az. Hát most vagyunk itt második alkalommal, mi is most látjuk igazán. Mi se tudtuk eddig, hogy mit jelent, vagy hogy mi az. Jó mérics kérni, nem tudom. Hát. Nekem tetszik, hogy megtanuljuk ezt így. Nem tudom, tetszik nekem. Még a távolságokat bemérjük meg, látjuk, hogy milyen, szóval így mellettünk van, hogy mit mérünk, meg hogyan kell csinálni. Szerintem ez jó. Ez női munka, vagy férfi munka? Mind a kettő. Hát inkább férfi, én úgy gondolom, de mi is élvezzük, nem tudom. Hát az ugyanolyan szögben van az, hogy függőlegesen milyen szögben van, az ebben az esetben mindegy. 14-15 évesek, 16 évesek egy nagyon nehéz helyzetben vannak mindig, mindenhol. És 9-ben elég nehezen viselik a világot, lehet látni rajtuk, hogy szomorúak és feketébe öltöznek, és vagy röhögnek, vagy zokognak, de nem nagyon találják a helyüket. És itt egy olyan alkalom van, amikor nincs mese, nagyon szigorúan meg kell találni egy pontot, ott az én helyem, és ehhez képest mindent nagyon pontosan, nagyon egyszerű módszerekkel, de nagyon pontosan be lehet mérni. És ez egy óriási segítség, hogy én itt vagyok, és ez meg ott van, és meg tudom mérni, hogy milyen távol vagyok tőle, és közben meg én folyamatosan fix helyen maradok. A 9. osztályban van egy mezőgazdasági gyakorlat, amikor növénytermesztési, állattenyésztési gyakorló helyeken vannak. Mi egy helyre szoktunk menni mindig, és együtt az egész osztály, de van, ahol úgy tudják ezt megoldani, hogy parasztgazdaságokba szétosztják a gyerekeket, és akkor ott vannak hetekig. Ide nem látszik! Nem látszik! De megyek, mert el kell. Ez van, 9-ben, 10-ben van a földmérés, 11-ben szociális és ipari gyakorlat van, hetekig tart az is, 3-4 hétig, ott különböző gyárakba, pékségekbe mennek el dolgozni a gyerekek, és ez az ipari része, mások pedig kórházakba, a Petőintézetbe, szociális otthonokba mennek és segítik az ottaniak munkáját, és van egy néhány hetes, nagyon intenzív tapasztalatuk a világ egy olyan oldaláról, amit nem lehet a tábla előtt megélni. Az én témám a 60-as évekbeli és a mai fiatalok életének összehasonlítása. Azért ezt a témát választottam, mert egyik este anyukámmal beszélgettem, és megkérdeztem tőle, hogy szeretne a mai világban vagyis most fiatal lenni. És azt válaszolta nekem, hogy nem, és elkezdett érdekelni, hogy vajon miért nem szeretne anyukám ma már fiatal lenni, és elhatároztam, hogy ezt úgymond idézőjelben kiderítem. 1961-ben új törvény születik. A 8. évben sor kerül arra, hogy egy önálló munkát bemutassanak, amelyet teljesen szabadon választhatnak meg. Az a lényege,
hogy ők valamivel foglalkozzanak egy hosszabb időn keresztül, tehát körülbelül az őszi szünet után kiderül, hogy ki milyen területet választott, és azt is tudták előre, hogy ilyenkor húsvéttájban kell bemutatni. Tehát kiválasztanak egy témát, ez a tanulmányoktól független. Ünnepnapokon a lányoknak kötelező volt a sötétkék rakott szoknya. Testszínű harisnya, magas sarkú cipőt nem lehetett felvenni, és a matrózbusz. Tavaly már voltak ilyen kisebb előadások, amint az osztályfőnök adott meg témát, és akkor kiosztotta, vagy húztunk, és akkor azt adta elő, amit húztál. Tehát voltak már ilyen kisebb előadások, de az csak osztály, az ilyen zárt körű volt. Hát most volt az első ilyen nagyobb. A hajviselet a lányoknál az tupír volt. Ha hosszú haja volt valakinek, akkor feltupírozták és konyba tűzték, ha pedig rövid haja volt, akkor csak a fejformához feltupírozták. Az a cél, hogy így megtapasztalják azt, hogy hogyan lehet egy témában elmélyedni, hogy kell anyagot összegyűjteni. A másik pedig, hogy lehetőség szerint saját tapasztalásra is szert tegyenek. Az egész éves munka három részből, előkészületből, folyamatos készülésből áll, utána mindazt, amit megtapasztalt, összegyűjtött, összefoglalja és írásban prezentálja, és ehhez kapcsolódik az, hogy mindezt a mondanivalót akár egy illusztrált füzettel, történetesen szerszámok, tehát ami ahhoz a témához kapcsolódik, valamilyen művészi anyaggal egészítse ki festet, például ennek a gyereknek gyógynövények, festet, kézzel megírt egy füzetet, az előbb hallott leány vart magának egy 60-as évekbeli ruhát, ez volt az úgynevezett művészi rész. Én a gésekről írtam is, hogy ezzel kapcsolatban én nekem nem jutott nagyon más az eszem, hogy mit lehetne művészi munkának csinálni. Hát mivel itt a suliban ez megvalósítható volt elég könnyen, ezért ezt választottam. Úgy volt, hogy az előadáson először beszéltem a gésekről, meg hogy így a témámról, aztán bemutattam, hogy mi a művészi munkám, elmondtam, hogy csináltam, és megkészítettem még rajzokat is, amiket kiraktam így az osztályba díszítésnek. Ez az értékelés se lehet nyilván olyan éles vagy direkt a gyermek felé. A legfontosabb, hogy ne legyen megalázó. Tehát minden jelzés a gyermek számára építő lehessen, de ne alázza őt meg, vagy ne rövidítse meg, ne az önbecsülését ne károsítsa. A 12-ben van egy diplomamunkának nevezett dolog, ami azt takarja, hogy mindenkinek egy általa szabadon választott témában kell írnia egy elég nagyszabású munkát, ebből kell egy kis előadást tartania, és valamilyen gyakorlati dolgot még ebben a témában. Voltam Jós nőnél, beszélgettem vele, hogy mit csinált, hogy csinálja, kik járnak hozzá, mennyire gyakori, hogy az emberek mostanában Jóshoz járnak, és hát ilyen tapasztalatszerzés. És mi lett a végeredmény? Egy dolgozat? Igen, egy nagyon szépen megszerkesztett füzetet be kellett beadni, bekötve, aztán diplomavédés, előadás, jó sok ember van ott. Eléggé... hogy mondjam, izgalmas élmény, igen, mindenki kérdéseket tesz fel a végén. Van egy opponens, úgynevezett opponens, egy belső témavezető, tehát a belső témavezetőt az iskolából egy tanárt kell választani, aki végig kíséri az embernek a munkáját, és segít, meg terelgeti, hogyha esetleg úgy gondolja, hogy nem jó irányba megy, és aztán ugye emellé a diploma mellé kapunk egy értékelést mind az opponenstől, aki egy teljesen kívülálló ember
tehát egy tanár ő is, de hogy ő nem vesz részt az év során a munka felkészítésben, és tehát ő ír egy véleményt, hogy ő, mint aki először találkozott ezzel a témával, meg ezzel az előadással, meg ezzel az egész dologgal, és akkor ő úgy mond róla egy véleményt, hogy milyennek látta az előadást, meg a gyakorlati munkát, hogyha volt. Hát én csináltam egy klubhelyiséget, szóval a Waldorf tanárképzésnek a pincéjében, Solymáron van, és hát oda elég komolyan bevontam az osztálytársaimat, mert ez egy ilyen nagyon lerobbant pince volt, és akkor ebből csináltunk egy ilyen kis színház, kávézó jellegű kis klubot. Kiállító terem is. Igen, most van benne most egy volt. Kiállító. Ugye ez az egész diplomamunka, ez az iskolán kívül van, mármint hogy az órákon kívüli feladat, amiben tehát nagyon keveset lehet bevinni a szakórákba, például olyan, mint rajzórán nyilván tervezhettem meg ilyesmi, de igazából teljesen független az oktatástól. Tehát ez ilyen délutáni, hétvégi akció. Kicsit megváltozott. Csináltam ide egy kis budit. Itt lehet látni a dekopír fűrészes szívecskémet. Ahova most fogunk bemenni, az is be volt falazva, ezt is kibontottuk, illetve lehet látni, hogy be volt messzelve a fal, amit ilyen sósavval és ecettel szedtünk le. Hát és akkor itt egy vaskorlát, amit ilyen barátoknál meghirdettem, hogy keresek egy ilyet. Aztán ez túl rövid volt, és itt lehet látni a toldást. Ebben ugye az a pláne, hogy az ember egy olyan dolgot kezd el csinálni, amit előtte soha máskor nem volt ehhez tapasztalata, meg nem tanultuk az iskolában ezeket a dolgokat. Tehát ez egy olyan téma, amit az ember kiválaszt, és egy évig elmélyül benne. Azért van az egy év, hogy egyrészt elsajátítsa azokat a technikákat, amik éppen kellenek neki ehhez a munkához, ami mondjuk én esetemben én papírbútorokat csináltam. Ez az első szék, amit készítettem. Ez csak csövekből van, papírcsövekből, keresztbe össze van fűzve, tehát hogyha innen az ember belenéz, akkor látszanak a spárgák, ahogy mennek át rajta keresztbe. Ezeket dekopírfűrésszel vágtam ilyen formájúra, és aztán végül miután összefűztem, össze is ragasztottam. Én sem dolgoztam soha előtte papírral, tehát ez egy új dolog volt, hogy akkor most elmentem egy olyan magyar papír bútorkészítőhöz, akinek vannak bútora, és akkor vele beszélgettem, meg így, tehát főleg tapasztalat útján, tehát elkezdtem valamit csinálni, és akkor láttam, hogy rossz, és akkor más irányba. Tényleg ez a legnagyobb feladat, hogy elmenni, és így megkeresni embereket. Tehát ilyen kapcsolatokat kialakítani, és így szerintem ez mindenkinek nagyon sokat segített. Szóval tényleg így embereket megközelíteni, esetleg hivatalos úton, vagy barátok által megismerkedni valakivel, szóval ez így tök izgalmas volt akkor. Erről a 38 éves nőről mit tudunk? Négy gyereke van. Aha. Érzelmileg nagyon. Igen, és még talán azt is beszéltük, hogy ez a 38 éves nő mivel foglalkozik? Nem. Fizikai munkás. Igen. Aha. Jó, a harmadik eset az mi volt? Egy 22 éves diáknő. Igen. Jó, a negyedik eset az mi volt? 36 éves fekete férfi. 36 éves. 26. Fekete. Hogy került Budapestre, vagy Magyarországra? Megszökött Fidel Castro elől, vagy valami. Így van, ugye Kubából menekül. Igen. Így van. Jó, milyen szándékkal jött Magyarországra? Itt akar letelepedni. Így van, itt akar letelepedni. Van munkahelye? Van.
Igen, hol dolgozik? Egy étteremben, pincérkedik, és zenészkedik mellette. A tizedik osztály az a korosztály, amikor a gyerekeknek a ítéletalkotás erői mozognak. És hát olyan feladatokat próbálok én keresni, ahol ezt gyakorolhatják, ezt az ítéleterű megnyilvánulását, amikor ítéletet kell mondaniuk, vagy dönteniük kell. És az volt a feladat, hogy el kellett képzelnünk azt, hogy mi egy orvosi bizottságnak vagyunk a tagja, és van egy kórház, ahol egyetlen egy művese van. 22 éves egyetemista lánynak. A 22 éves diáklánynak. Igen. De 38 éves asszony. 22 éves diáklány. A 22 éves diáklány. Én a 4 gyerekes nőnek, a 38 éves nőnek. A 38 éves nő. A 45 éves rákutató férfiak. Akkor most az, menjünk úgy, hogy János, miért a 45 éves rákutató? Mert hogyha túlélni ezzel a műtéttel, akkor mivel hogy már a rák ellenszerre eléggé közel jár, több millió embernek tudná megmenteni az életét akár. Ki döntött úgy még, hogy a 38 éves? István. Hát én is a 4 gyerek miatt. Aha. Mert anya nélkül nem jó felnőni, szerintem. Uh-huh. Jó. Könnyű volt, vagy nehéz volt dönteni? Nehéz. Miért? Mert egy életről dönteni, az nagyon nehéz. Nincs jogosan. Főleg még 5 életről dönteni. Uh-huh. A kamaszkor az a kor, amikor a gyerekek a saját világokat akarják megteremteni. Tehát addig ugye a szülők kormányozzák úgymond az akaratukat, és az az a pont az ember életében, amikor a saját önálló életét akarja építeni, nem tudom, akarja megteremteni. És bizony ugye ez úgy történik, hogy először nemet mondunk arra, ami minket körülvesz, és utána pedig jönnek az igenek, ami jóval nehezebb és fájdalmasabb. Mondjuk egy ilyen döntési helyzetben, amikor el kell dönteni, hogy 5 ember közül, hogy kinek adnak életet, az bizony az már egy komoly mérlegelés után történhetik. Három zenék van összesen, ez melyik? A 11. osztályban zene esztétika epoha van. Részeként annak a 4 éves sorozatnak, ami az egész tanterven végigvonul a felső tagozatban. 9. van egy művészettörténet epoha, 10. költészettan, 11. zene, és 12. pedig építészet. Alapvetően az a célom az epohával, a titkos célom, ezt is mondhatnám, hogy megszeressék a gyerekek ezt a zenét. Hogyan hívják a mennyasszony? Zerlina, igen. Miről szól ez az ária, emlékeztek-e? Hát olyan gondolsz az adantra menni, hogy elvette a nőjét. És mit tesz a mazesztó? Semmit, mert ő csak egy jobbágy. Hát ez egy furcsa dolog, olyan tananyagot kell választanom, ami működik magától. Tehát, hogyha jó a Don Giovanni, akkor ez van annyira jó, hogy ez elkezd működni, és elkezdi őket érdekelni. A kamaszkor után, az ifjúkor kezdetén is van mese, ahogy volt első osztályban, ahogy volt ótestamentumi történet, a harmadikban görögök, a hatodikban, és így tovább. De ez a mese az ifjúkor küszöbén például a Parsifal, a kereső balga, aki nem veszi észre, hogy oda jutott, amit keresett, és szinte egy életre elveszíti maga elől, de végül persze mégis sikerül megtalálnia. Szóval minden életkornak a nagy történetei, amelyek minden nap hangzanak el a Waldorf iskolában, szintén az életkorhoz szabottak. 3 hétig azzal foglalkoznak a Parsifal kapcsán,
hogy az életre lehet egy olyan, az élet nagy kérdéseire lehet egy olyan választ találni, ami egy ilyen etikus válasz, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes. Az egész Parsifal erről szól, hogy anyukám azt mondta, hogy ez szabad, és akkor én most így viselkedem, és mégis egy csomó problémába ütközöm. Most tényleg szabad, tényleg nem szabad, hol van a határ, mit szabad, mit nem szabad. Szóval ez egy nagyon erős, és a gyerekeket nagyon, nagyon foglalkoztatja, és szellemileg nagyon beindítja. És ezután egy nagyon éles cezúra, vagy hogy mondjam, egy óriási váltás, egy másfajta válasz az életkérdésére, egy erotikus válasz, azt is lehet mondani, hiszen a Don Giovanni alapvetően erről szól, hogy élvezd az életet, habzsold az életet, habzsold az örömöket, és ugye látunk egy ilyen furcsa alakot, mint ez a Don Giovanni. Ez egy másfajta válasz. Környezet mit szól ahhoz, hogy ti Waldorfosok vagytok? Egyáltalán probléma volt-e ez valaha baráti kör? Szoktak cikizni. Hát ez szerintem ilyen kisiskolában volt így probléma. Legalábbis nekem személyesen ez volt a tapasztalatom, hogy ilyen negyedik osztály környékén, amikor szóval ugye az írás és az olvasás ez sokkal lassabban tanulják itt meg a gyerekek. És ezáltal sokkal mélyebben is, de mindegy, ebben most nem akarok belemenni. Csak az, hogy akkor voltak ilyen problémák, hogy akkor ez a Waldorf iskola, mit tudom én, ilyen kisegítő iskola, és akkor így jöttek ezek a kis ilyen szurkálódások, de aztán szóval 8. szerintem teljesen utoléri az általános iskolát, és aztán megint elindul egy ilyen Waldorfos gimnáziumi élet, ami megint 13-ra, tehát ugye nem 4 éves, hanem 5 éves a gimnázium, és akkor ezáltal így ilyen egységben lezárja az egészet. Ugyanúgy gyerekek vannak itt is, és ugyanúgy vannak köztük rosszak és jók, és mit tudom én, csintalanabbak, és semmi olyan fajta különbség nincsen szerintem. Tehát... De ez általában ilyen nem ismerésből fakad, tehát hogy nem igen. Tudják, hogy milyen az iskola, mert szóval tényleg ilyen teljesen hülye kérdések, hogy ti tényleg az erdőben tanuljátok a matekot, meg valamilyen, szoktak ilyenek is lenni, hogy ilyen teljesen érthetetlen kérdések. Egyre inkább próbáljuk ezt az öntudatot, ezt a Waldorf öntudatot egy kicsit beléjük pumpálni, mert nagyon nehezen megy. Tehát ez nem egy ilyen könnyen adott dolog. Most például a 12. osztályunk egy olyan országos versenyt nyert, ahol 707 osztály közül lettek az elsők, és most fognak egy EU-s pályázatot, és most fognak Brüsszelbe menni, tehát ezek nagyon jól tesznek, vagy mikor OKTV-s győztesünk van, tehát a mi iskolánk mondjuk nagyon dolgozik azon, hogy részt vegyünk ezekben a versenyekben, hát hogyha etikusnak tartjuk, vagy ha beleillenek ezek a versenyek a pedagógiánkba. I love you, Sahab. Ti amo, ljubim ta, te quiero. Ich liebe dich, oh Hebek, je t'aime. Mi 12-esek vagyunk, és szeptemberben az Oktatási Minisztérium kiírt egy világnyelvbetélkedőt az ország középiskolái számára, és mi is megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy ezen részt vegyünk, és ezért elhatároztuk, hogy mi is meg szeretnénk csinálni. Az első két fordulóban mindenféle kreatív feladatokat kellett megoldani, írásban kellett beküldeni. 707 induló osztályból az első fordulóban 450 osztály jutott tovább, abból a 6-ak lettünk, és a második fordulóban is 6-ok lettünk. A döntőbe bejutott 52 osztály közül pedig mi lettünk az elsők, úgyhogy az egész pályázatot mi nyertük meg. Hebuki! Sötem! Ljubim te! I love you! És te hány nyelven tudsz szeretni? Az volt ennek a célja, hogy a korosztályunknak bemutassuk, vagy meggyőzzük őket, hogy miért fontos a nyelveket tanulni, az így az Európai Unió kapcsán most, hogy belépünk. Teljesen amatőr eszközökkel egy otthoni házi kamerával készítettük, és utána egy vágóprogrammal, számítógépen ott vágtuk össze, raktuk alá külön a hangot és a zenét. Szeret. Nem szeret. Hát volt előtte egy színdarabunk, egy-két héttel előtte csináltunk meg egy színdarabot, amire fél évig fölkészültünk, és az, hogy ez a film megszületett, ez részben annak is köszönhető, hogy akkor egy színészileg az osztályban mindenki megmutathatta, hogy mit tud, és utána már egy ilyen filmet leforgatni könnyebb volt az alapunk. És ez is, hogy 12. osztályban van egy ilyen éves színdarab, és ez más iskolában nincsen, ahol ezt így megmutathatod.
szeretlek. What? Cigarette? Efesos? Akkor ti jó helyen vagytok. Eleusis? Ki az Eleusis? Jó. Delfi? Dehogy nem. Imola, Andrea, Fanni, Noémi. Ez a mostani olimpia, ez a 9. Waldorf olimpia. Az azt jelenti, hogy 9 éve minden évben a országban működő Waldorf iskolák közül, ahol van 5. osztály, ők összegyűlnek és tartanak egy olimpiai játékokat. Van sorrend, nagyszerű. Figyeljen a Delfi csapat! Itt Magyarországról van 16 iskola, és van 2 erdélyi iskola. Összesen kb. 316-317 gyerek. És mindig a kis vonalaktól kell indulni. Tehát Athén onnan fog indulni, Delfi innen fog indulni. Van 12 városállam, és akkor az osztálytanítók előre a szervezőknek megküldték 2-esével, 3-asával beosztva a gyerekeiket, hogy szét lehessen osztani őket a városállamokra, és akkor így nem egymás ellen harcolnak, hanem megismerkednek, barátságot kötnek, és egymásért fognak menni. Tehát nem az van, hogy én szolnoki vagyok, én vagyok a legjobb, te pedig csúnya kispesti vagy, hanem van mód arra, hogy találkozzanak. Elkészülni! És akkor ezek futnak. A kékek például, hogy mi vagyunk a maratoniak. Világos kék. És ez a 9. Ez a toga, és olyan övet hordunk a mi városállamunknak, maratonnak, világos kék a színe, és azért világos kék övet hordunk. És mindegyik városállam megfestette a zászlóját és az öveket. Kilépés! Balást! Dobás! Evel kellett futnunk a maratont, mert hogy a régen is evel futottak, és az van beleírva, hogy erő, igazság és szépség. A gyermek a fejlődése során az végigjárja az emberiség fejlődés történetét. És 5. osztályra ér el abba a korban, amikor az emberiség a görög kornál járt. Az egész évnek a hangulata az Görögország, a görög hangulat. És ennek a csúcspontja ez az olimpiai játékok, ahol ez a régi ókori olimpia, ahol nem számít még a távolság, hanem ugyanolyan elevenem van jelen a szépség, a gerejnek az íve, mint a messzeség, az akarat erő, és nem a győzelem számít, hanem ez mint egy ima az Istenek felé. Itt mindenki önmagával küzd. Hát ez a hétvégi program. Le kell jönni, mert a hazafelé utat meg kell szervezni mindenkinek, úgyhogy haza kell vinni a gyerekeket a végén, a verseny végén. Miért drukkol egy családapak? Drukkoltunk, de nagyon tűzött a nap, és bejjebb húzottunk a gyerekekkel. Elég jól dobott, de nem tudta a csúcsot megdobni a sajátját. Nem jókat szokott dobni. Ott van gyakorol? Mm-hmm. Nem, gereje, súlya meg ilyenekkel. Minden gyerekről kell egy bizonyítványt, nem is bizonyítványt, egy mondatot kell majd elmondjunk, ami az ő itteni tevékenységét kifejezi. Kis Gergő! Kis Gergő igen figyelmes volt a diszkoszvetés edzéseken, és aztán olimpián, amikor dobta a diszkoszt, Apollónak felszállhatott az üzenet, ugyanis a diszkosza nagyon pontosan és nagyon szépen pörgött. Gratulálok! Két waldorfos felismeri egymást? Nem. Hát egy idő után lehet, de... De hogy egyébként meg ez meg nagyon érdekes, mert tökre van egy ilyen, talán egy ilyen globális waldorf közösség. Így a egész világon, tehát hogy jönnek ide külföldi waldorfosok, és akkor rögtön egy olyan, tehát már rögtön talán egy lépéssel közelebb vagyunk egymáshoz, mint hogyha nem waldorfosok lennének. Nem tudom miért.
De hogy minden közösség. Nem, igazából nem lehet így észrevenni. Szóval én személyesen találkoztam egy gyerekkel, akivel hosszú ideig együtt voltam vele, és akkor jóval később derült ki, hogy egy másik Waldorf iskolába jár, és szóval ez nem lehet így észrevenni. Nem vagyunk így zöldek, hogy többen egy piroksabb mindenkinek. Nem azt akarjuk, hogy én a fejedbe tömöm, amit én tudok, és én meg akarlak téged faragni olyanná, amilyenné szerintem lenned kellene. Nem. Ez a kontinentális hagyományos iskolázás a Waldorf pedagógiában, mint minden reform pedagógiában, én azt akarom, hogy te legyél azzá, aki vagy, legbensőbb lehetőségeid szerint. Mert meg vagyok róla győződve, hogy neked is ez a leghasznosabb, és a társadalomnak is ez hozza a legnagyobb hasznot, az individuum kibontakoztatása. Az individuális társadalmakban jön létre, magyar-amerikai kutatásokból is pontosan tudjuk ezt, az igazán élő és hatékony közösség.